mint ismeretes szabadok és szeged társadalmasok. Ez igazán megható és szépen hangzik, de sokkal jobban teszik be a kérdést, mit jelent az onnában. Mi haszna ebből János bácsinak, Erzsé néninek, vagy az Ákrak kondának? Mi haszna ebből önöknek? Vajon növekedett volna foglalkoztatásra, vagy nem? Javult volna az ilyációban? Özöllenek a szegedi befektetők? Legalább felvilágzott volna Szabadka és Szeged közötti kulturális együttműködés. Attól tartok, a válasz ezekre a kérdésekre igencsak egyszerű és mindenünk számára ismert. Annyit biztosan tudunk, hogy a szabadkai tanácsnokok pár évvel ezelőtt látogatást tettek a szegedi önkormányzatban, majd utána a szegedi állatkertben is. Nyilván jól érezték magukat ott, de az utolsó végkör jelek szerint nem elég éklesse meg őket, hiszen a polgárok nem csak, hogy nem érzik a fiktívnek minősíthető testvérségi kapcsolat jótékony vagy bármilyen hatását, hanem a szegedi és a szabadkai polgárok közötti kapcsolattartás az utóbbi években még nehezebb volt. Mire gondolok konkrétan? A másodos ingusszállatokat Szabadkán a Szegedben. Kettő ingul Szabadkáról, az utolsó ingusz pedig a Szegedről Szabadkára elvileg 14-ből a 20 perckor indul. Mint tudjuk azonban, a ingusszállatok igencsak labilisak és kevesen kockáztatták meg is ingusztól közlekedjenek. Ami a buszjáratokat illeti, Szabadkáról hajnali 6-kor, majd 15 órakor indul busz Szeged irányában. Az utolsó járat viszont, és ez különösen fontos, Szegedről Szabadkára 12 óra 30 perckor indul, tehát délután fél egykor. Tehát gyakorlatilag a személygépkocsival nem rendelkező polgárok, szabadkai polgárok számára, akiknek a száma nem elmagolható, nem nyílik lehetőség arra, hogy normálisan ápolják a baráti kapcsolatokat a szegediekkel, nem marad idejük arra sem, hogy jó kiránduljanak, megváltozhassák például a lópusztaszert, vagy más természetes helyeket, még csak egy kis bevásárlásra sem jut idejük. Amíg nem egy elmanyagolható szempont, ha figyelembe veszünk, hogy az élelmiszeripari termékeket Magyarországon mintegy 30%-a olcsóbbak a szegélyekhez képest. A minőségbeli különbségről pedig nem beszélve. A probléma különösen érzékenyen érinti a Szegeden tanuló délvidéki középiskolásokat és egyetemistákat, akik közül néhány a magyar emberi mozgalomhoz fordultak segítségét. Még szerencse, létezik vatárbusz, amely a röszkei vatárátkelőig szállítja őket, ám a másik oldalon, tehát a Borgosi vatárátkelőig nem közlekedik vatárbusz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amint áttértek a határ másik oldalára, már csak a rokonok, barátok segítségére számíthatnak, esetleg autóstok révén tudnak hazajutni. Ami hát nem csak, hogy nem ideális, hanem nem is elfogadható megoldás. A Magyar Remény Mozgalom még a vízummentesség bevezetése előtt, tehát amikor nem volt semmilyen választás előtti kampány, ismerve a problémát, látogatást tett a Szubotica-Transz utasszállító vállalatban, ahol korrekt módon fogadtak minket, a vállalat vezetősége lényegében egyetértett azzal, hogy szükség lenne normális buszjáratok bevezetésére, ám ugyanakkor tájékoztattak bennünket, hogy ehhez államközi megállapodás szükségeltetik, ami viszont nem tartozik az utasszállító vállalatban. Tehát ilyen formában a Szubotica-Transz nem hibáztatható ezért a problémáért, és azért, hogy egy sajátos, jelképes vasfüggöny múlott meg a testvérvárosok közé. Ez a felelőtlen empátia hiányos városvezetés hibája. A túlgazdag
önkormányzatok, önkormányzati képviselők egy része, aki valószínűleg a luxus autóval közlekedik még az illetve is, nem akarja, hogy nem érti meg ezt a problémát. Ha az emberem lenne a helyükben, ez a probléma már rég megoldódott volna, sőt már is felkötött volna. Mint ahogyan a gyanúszabadkai privatizáció felvizsgálása is elkezdődött volna már régen, egy hatékonyabb szociális politika létezne, és mint ahogy az MLM nem engedné meg azt, hogy akár egy szabadkai polgár is éhezzen nélkülözön, vagy pedig kilátástalan helyzetbe kerüljön. De akkor elnyugosztok rendben, először szóval azt tudom, hogy a Centrum Demo, Dánosi Konferenció, Stamford, Zoli, Temében, de előbb, mert ízévó gospodina szálltak a rendszer. Mi sztorikusti podnosszima rázni nám, de mi szóval reagolni, mi nem kell fel provokáció, insinuáció, szabíló csésztelni, de dolgozni, hogy ezt már tudom, de gospodin párac, tés kóban, orgánoszt, sztorom ízévon, most egy túlcsinja, mert nem emelna, most egy évben dolgozni informiszen, mi novemben az volt prácsony, akik pedizgolni pangere, ali mi moramo ovaj da, mislim, osjećamo potrebu da razjasnimo stvari. Gospodin Parec je naime izjavio, prošli put reagujući na konferenciju za štampu koju sam održao pre nedelju dana, da pokret Mađarske nade inicira uvođenje nekakvih parapolicijskih ili paravojnih informacija u Subotici, što nema ni dodirnih tačaka sa realnošću i istinom. Naime, govorio o ljudi u multietnički cimnistar, znači potpuno sam multietnički, što je pomenuti nisam uporedno trenao. I, znači već samo ta multietnička se isključuje mogućnost bilo kakve namere da se nešto sumnjivo ili nelegalno pokuša realizovati. To je jedna stvar. Druga je da smo mi kao primer, kao model uzeli funkcionisanje civilne straže u Mađarskoj. Sad, prema nekim istraživanjima civilne straže u Mađarskoj organizacije od najvećih povjerenja među građanima. I u tu civilnu stražu ne može bilo ko da stupi. Sada bih prešao na centralnu tamu temu naše konferencije za štampu. Kao što je poznato, Subotica i Segedin su bratski gradovi. Međutim, mnogi ljudi s pravom postavljaju pitanje što to zapravo znači, ko to ima koristi, da li su to prosječni gradini, da li je od trenutka povratimlja ovih gradova došlo do povećanja zaposlenosti u Subotici, da li je povećan životni standard, da li su investitori iz Segedina masovno pokrili u Suboticu besomučnom ulažući u ovdašnju privredu, da li je bare usledio procvat kulturne saradnje između Subotice i Segedina. Mislim da je svima nama odgovor na ova pitanja poznat. Subotički odbornici su pre par godina boravili u posjeti Segedinskom lokalnom parlamentu, a zatim i Segedinskom zoološkom vrtu. Međutim, tamošnja atmosfera i očigledno da nije u dovoljnoj meri inspirisala da učine nešto značajnije. Naime, gradovi ne samo što ne osjećaju blagotvorni ili bilo kakve utjecaj činjenica da je došlo po obratimljenju ovih gradova, nego su u proteklih godina skoro potpuno onemogućeni da normalno održavaju kontakte s gradinima drugog grada. Ovdje mislim pre svega ili uglavnom na one gradine koji ne raspolažu s ostalim automobilom, a takvih je, kao što znamo, dosta, pogotovo u Subotici. Postavlja se pitanje, sorry, evo ovako, da vidimo kakvi šinobusi se obraćaju na relaciji Segedin Subotica. Dva šinobusa se obraćaju u prepodnevnim časovima u pravcu Segedina, a posljednja šinobus iz Segedina za Suboticu kreće u 14 časovi 20 minuta, teoretski. Ali pošto svi znamo da su to vrlo labilni polasti, malo ko se usudio da putuje danas šinobusom. Što se autobusa tiče i Subotice za Segedin, kreće autobusi u 6, zatim u 15 časova,
A što je posebno upadljivo i posebno kritično, to je da posljednji autobus iz Segedina za Suboticu kreće u 12 časa i 30 minuta. Dakle, u pola jedan u polju. I sad zamislite onda kako jedan građanin Subotice za tih par časova koji mu preostaje da provede u Segedinu može da uspostavi neka poznanstva, da neguje već postojeće prijateljstva, da obavi neku turističku posetu, da obiđe kulturne znamenitosti, kako mu preostaje vreme i u krajnjem slučaju za jedan dobar shopping, što uopšte nije beznačajno ako si imao u vidu da su prekamene artikli u Mađarskoj za nekih 50 posti i mi nego u Srbiji. Nedostatak normalnih autobuskih polazaka posebno veliki problem pričinjava učenicima i studentima koji se školuju, odnosno studiraju u Segedinu, a potiču iz Vojvodine. Neki od njih su se već obratili pokretu Mađarske nade, tražeći pomoć. Sad mi, nažalost, nismo u situaciji da direktno utičemo na to. Sva je sreća da postoje takozvani pogranični autobusi koji prevoze studente do graničnog prelaza Vrske, međutim, na drugoj strani granice, znači do prelaska Borgoš, ne saobraća pogranični autobus, što znači kada ti učenici i studenti pređu granicu, ostaje im da se ostane na pomoć rodbine, prijatelja ili da autostopom nekako stignu svojim kućama, što je, priznaćete, prilično neprihvatljivo rješenje. Pokret Mađarske nade je još pre uvođenja ministra liberalizacije, dobro poznajući ovaj problem, posjetio javno preduzeće Subotica Trans, gde je primljen korektno od strane rukovodstva te firme, koja se u principu složila da ovo jeste problem i da bi trebalo uvesti normalne autobuske linije na pomenutoj relaciji. Međutim, istovremeno smo informisani da bi za tako nešto je bilo potrebno sklapanje međudržavnog sporazuma, koji naravno nije u ingerenciji tog javnog preduzeća. Dakle, Subotica Trans ni u kom slučaju ne može okriviti za ovaj problem i za spuštanje jedne ovakve simbolične gvozdene zavese u zemlji bratskih gradova. Zato je odgovor da gradska vlast, koja je i u ovom slučaju ispoljila nedostatak empatije i saosećanja sa običnim građanima, ali gradska vlast kao i opozicijalni odbornici pogledaju odavno da inicira da zaživi ovaj međudržavni sporazum ili u najgorem slučaju da se barimo da je taj ovlašten autobus. Ali i osim toga ja sam napisao i otvoreno pismo gospodinu gradonačelniku nakon te posete u kome sam postavio još dva pitanja osim ovog, jer da to odgovora nema.